kincsem, nem akarsz a túloldalra ülni? Majd én vezetek ma, olyan előzik. De ez bal kormányos kocsi. Akkor hogy vezetem? Nem, ma én vezetek. De miért akarsz te vezetni? Mert olyan előzékeny voltam. Ma mindig te vezetsz. Most de Ildi, én oda szeretnék érni. Oda fogunk érni meg. De most pörögni kéne. De pörögni fogunk. Most de, úgy van kedvem. De nem az úton így. Nem, hanem, hogy... igyekszem. Na, szeretlek. Utálok az anyóson ülni. Minden férfi, akinek van jogosítvány, az nem szeret az anyósülésen ülni. Higgadj le az anyósülésen, intézzel a telefon. Én nem vagyok ideges, csak most is szólnom SMS. Kellett, mert különben nem tudnád, hogy merre vagyunk arccal. Szerinted érdemes így? Persze, hogy oda kell figyelnem. Az a tuti, ha odafigyelek. Az autó képességeivel még mindig tisztában vagyok, hiszen abba ülök én is, de az ő képességeiben már nem mindig vagyok biztos. Ráadásul baromira ingadozik a teljesítménye. Most esik a hó, vagy nem esik a hó? Nem tudom, hogy mi esik, Ildi, csak rettegek basszus, amikor megelőzzük a buszt. Rettegek. Miért? Most mi történt? Semmi, hát... Túléltük? Szerintem túléltük. Nem figyelsz semmire. Mire nem figyeltem? Mert leszáll a csávó, kilép a busz másik feléről de elé. De tök lassan kerültem ki. Jó, hát én értem.